oly szép vagy nekem, nagyon-nagyon szép vagy nekem, és hogy milyen szép vagy nekem, elmondom most mindenféle nyelveken. Egyre többet hallani olyan családokról, akik küldetésüknek tekintik, hogy valaki a szülők közül idegen nyelven kommunikáljon a gyerekeikkel. Akár azért, mert ez az egyik szülő anyanyelve, akár máshonnan fakadó, tudatos döntés következtében. A magyar mellett osztrák, orosz, német, angol, illetve héber nyelvet használó családok tagjait faggattuk a motivációikról, hétköznapjaikról, küzdelmeikről. A Gamsjäger családot kerestük fel először. Az édesapa, Krisztián, Ausztriában született, 15 éve Budapesten él. Az elejétől úgy gondoltuk, hogy nagyon fontos, hogy megtanulja mind az anyanyelvét, mind az apanyelvét. Ők kettős állampolgárok is, tehát próbáljuk őket úgy nevelni, hogy mind a két kultúrát megismerjék. Ez kicsit nehéz, miután itt élünk Budapesten, és emiatt ugye 90%-ban a magyar kultúrával találkozik, ugye mindenhonnan az árad felé, és emiatt egy kicsit nehezebb ezt megoldanunk. De gyerekeimmel szoktam csak németül beszélni. Én beszélek velük németül. Ja. Visszhang ez kevert. Magyarul, meg németül is. Próbáljuk azt, hogy például a meséket azt német nyelven nézik, próbáljuk a német nyelvű adókat sokszor bekapcsolni, ahonnan azért érkezik hozzájuk más információ is. Hát és apa mindig németül beszél velük. És ez hogyan zajlik a gyakorlatban? Mondjuk leültök vacsorázni, és akkor Krisztiánhoz mindig németül szólnak? Hát ez úgy van, hogy a Kristóf ő már igen. Tehát ő most már 7 éves lesz, ő most már tényleg apával csak németül beszél. A Márkusz, ő még nem, ő még inkább csak magyarul beszél. Már mond szavakat, meg ha apával leülnek mondjuk mesét olvasni, mesekönyvet nézegetni, akkor már használja a német szavakat, de folyamatosan, tehát ha folyamatosan kell beszélni, akkor főleg magyarul beszél. De ez Kristófnál is így volt 4 éves koráig. És ti hogyan beszéltek egymás között? Főleg magyarul. Főleg magyarul. Olyankor szoktunk németül többet beszélni, amikor a sógornőm itt van, mert akkor ő ugye németül beszél, nem tud magyarul, és akkor olyankor úgy ráállunk, hogy jó, akkor most németül beszélünk, és mikor ő hazamegy, akkor is még folytatjuk egy kicsit, de aztán mindig, valahogy mindig visszaállunk a magyarra. Krisztián, ő ugye miután most már 15 éve itt él, jobban beszél magyarul, mint én németül. Mivel ez apanyelv, ez egy picit nehezebb, mint az anyanyelv. Néhány óra naponta tudok velük beszélni, vagy inkább néhány perc, így kell mondani. Hétvégén aztán van óra, igen. Hát ő meg se szólal, tehát ha hozzájuk beszél, akkor meg se szólal magyarul. Tehát ez következetesen az első perctől kezdve így csináltuk. És te beszélsz annyira jól németül, hogy igazából te mindent értesz, amit ő... Én mindent értek, igen, igen. Anna, mikor születtem? Das weißt du nicht? Wann bist du geboren? Május 1-én születtem. Igen? És most hány éves voltál? Május 1-én? Wie alt bist du? Zeig's mit den Fingern. Zähl nach. 3 éves. 4. Ügyes vagy. Ist dir nicht kalt? Ja. Német, ami most én nekik továbbadom, ez német, ami mindenki ért, ami a tévében is beszélnek. Természetesen mindig vannak ilyen tipikus osztrák, illetve dialektból származó szavak, de legyen ez a néhány kis folt bent, hogy lehet hallani, hogy milyen az apanyelve, hogy osztrák. Nekem ez természetesen végül ez egy negyedik nyelv. Igazából már nincs különbség, hogy most németül vagy magyarul beszélünk. Erre egy nagyon jó példa, például amikor a kisfiam azt kérdezte az apukájától, hogy papa, was hast du in deine iskola getanult? Tehát, hogy már ő is
annyira nem tesz különbséget a két nyelv között, hogy simán alkot egy ilyen vegyes mondatot. Az az igazság, hogy ez idősebb korra ez el fog tűnni, tehát tökéletesen meg fogja tudni különböztetni a két nyelvet egymástól, el fogja tudni különíteni. Ebben nem lesz probléma, én azt gondolom. Van valami speciális érzés, amit a magyar kultúra hozott a családotokba? Nem, én röviden mindig mondom, hogy Ausztriában, maga Ausztriában több a kultúra különbözött, mint Bécs és Budapest között. Ja. Mondtad ezt egyszer nekem, hogy már kicsit magyarnak érzed magad, és ezt úgy fejezted ki, hogy ugye vannak a labancok, a kurucok, és te vagy a kettő között. A de itt van egy kurlánc, van nekünk kettő kurlánc, igen, ez a keverék. Egy picit kuruc, egy picit labanc. Március 15-e ünnep, az érdekes nálunk. Mit jelent neked március 15-e? Semmit. Tényleg, mint valami másnap. És mit mondasz a gyerekeknek mondjuk, hogyha ők az óvodában van egy óvodai ünnepély, és esetleg veled is akarnak erről beszélni? Az anyukattal beszélnék, aztán nem velem. Ez a magyar kultúra részéhez legyen másnak a dolga ez elmondani. Nem az enyém. Osztrák szemszögből sem lehet ezt igazán nagyon másképp megítélni. És ti egymás között nem szoktatok ezen viccelődni, mondjuk csipkelődni? De szoktunk. Hát ez a március 15-e, igen, ez a kurunc-labanc ellentét, ezt mindig szoktuk mondani, hogy na majd akkor itthon megvívjuk a mi kis csatánkat. Te iszunk a sőre. Igen, én nem kocintok sőre, hiába múlt el a százi. A szüleid nem furcsálták, hogy a gyerekeid magyarul lesznek részben felnevelve? Nekik a mai napig még furcsa, hogy nem olyan szinten tudnak németül beszélni, mert ők ezt elképzelnek, mert ők is most már idős vannak, és dialektban beszélnek, és aztán a gyerek nem érti, mert én németül beszélek velük, mert Európában kell használni ez a nyelv, és nem csak egy kis völgyben, tájolszakban, ez túl kevés, hanem. Uh-huh. És a kultúrát mondjuk ők nem tették szóvá, esetleg, hogy az osztrák kultúrát féltik esetleg a magyar kultúrától, hogy a gyerekeidet nem eléggé osztráknak neveled, vagy ilyesmi? Az osztrák kultúra ilyen szinten nem igazán létezik vélemény szerint. Ez nem ilyen, mint itt Magyarországon. Aztán nem. Vannak néhány része, de ez nem ilyen hangsúly, mint itt Magyarországon. Úgy érzed, hogy a magyarok jobban hangsúlyozzák a saját kultúrájukat? Igen. Tudsz példát mondani, ami neked furcsa? Igen, mint például pont a március 15-e milyen fontos, még minden. Hát, ja. Ez Ausztriában. Nincs is ilyen. Kristóf, te melyik mesénket szereted a legjobban? Kapaszagó király. Vicces. Milyen? Was magst du auf Deutsch? Der Osterhase. Der Osterhase? Der mit dem weißen Bart, wie heißt der? Sandmann. Der Sandmann ist auch dabei, Sandmännchen. A Fedosov családban az orosz a második nyelv. Hát itt a mi családunk is kétnyelvű, mert az én férjem orosz, az Oleg, de ugyanakkor meg már én is kétnyelvű vagyok, mert hogy én anyukám orosz, és az apukám magyar. És ez egy érdekes helyzet volt, tehát én mondjuk sokkal jobban tudok oroszul, mint a lányok, és ennek az az oka, tehát az én kétnyelvűségem az sokkal erősebb, ennek az az oka, hogy a nagymamánk, az anyukámnak az anyukája is velünk élt egy ideig, aki viszont már nem tudott megtanulni magyarul. Tehát ott egy kényszerhelyzet volt, hogy ha akartunk, hanem családi asztalnál, vagy mit tudom én, egy oroszul kellett beszélni. Sőt, ezt úgy kell elképzelni, 7:30 volt a híradó, és ugye a család tájékozódni akart, mindenki leült a tévé elé, elkezdtük nézni a híradót, és valakinek mindig fordítani kellett. Tehát mert a nagymamám nem értette, de ő is a családhoz tartozott, ezt nagyon komolyan vettük, hogy akkor öten az öcsém, szüleim, meg a nagymama együtt néztük a híradót, és akkor valakinek szinkronban kellett fordítani. Tehát egy állandóan egy ilyen közeg volt, ahol az orosz nyelv az nem csak olyankor volt, amikor figyelünk rá, mert azért mi akkor beszélünk oroszul, ha figyelünk rá, vagy pedig olyan emberek vannak a környezetünkben, akik nem tudnak magyarul.
Az én anyukám az ezt nagyon komolyan vette, tehát mi minden héten oroszoztunk, nyelvtanoztunk, de engem ez az erőszakosság, ezt én nagyon utáltam, úgyhogy én eldöntöttem, hogy én ezt nem alkalmazom itthon velünk, az én gyerekeimmel. Igaz? Igaz. A nagymamánk, az anyai nagymamánk, ő, amikor általános iskolások voltunk, akkor hetente egyszer jött hozzánk, és ő hozott el minket az iskolából, és akkor ő vigyázott ránk. És ő erősködött nagyon, hogy tanuljunk meg írni és olvasni, és vele kezdtünk el igazából úgy orosz tanulni, de az orosz írást és olvasást, az orosz betűket megtanulni, és volt erre egy füzetünk, és vele gyakoroltunk. Úgy alakult, teljesen váratlan az életem, hogy nekem is orosz lett a férjem, tehát azért ez nem volt egy ilyen megtervezett. Ez egy véletlen, amennyiben vannak véletlenek, és mi úgy csináltuk ezt, hogy amikor kicsik voltak, akkor csak oroszul beszéltem velük. Pont azért, mert én tudtam, hogy ez komplikáltabb lesz. Tehát ugye amint kikerül a gyerek a családból, akkor már az a közeg, ahol élünk, az sokkal erősebb lesz egy idő után. Ki tudunk ejteni olyan hangzókat, amiket vagy aranyanyelvűek, vagy más anyanyelvűek nagyon nehezen tanulnak meg. Szóval azért ez benne van a hangkészletünkben. Igen, igen. Akár kiskori gyakorlás útján, hogy a nagymamánkkal a telefonban gyakoroltunk. Bizonyos betűket, amivel nem volt megelégedve, igen, azt állandóan kijavítatta velünk. De ennek meg is lett az eredménye, szóval azért azokat tényleg eléggé oroszosan egy. Bennem azért az erősen megvolt, hogy én oroszul soha nem szerettem gyerekkoromban beszélgetni. Ugye nem annyira imádták itt az oroszokat az elmúlt 20 év előtti 40 évben, tehát én nagyon-nagyon utáltam ezt, mert ugye engem csúfoltak is, ami azért nem volt egy jó dolog, és anyukám meg nem tanult meg úgy magyarul, hogy akcentus nélkül beszéljen, tehát kinyitotta a száját, egyből lehetett tudni, hogy orosz, és ez engem nagyon frusztrált, tehát én egyáltalán nem beszéltem vele oroszul nyilvános helyen. Egyébként meg mindenhol igen, otthon igen. Nem volt jelentősége annak, hogy a kiskori barátságainkban az, annak, hogy két nyelvűek voltunk. Szerintem egy gyerek nem akar kitűnni semmivel, és én sem akartam kitűnni. Aztán utána elkövetkezik az az idő, amikor a gyerek érzi azt, hogy amivel ő többet tud, ez akár jó is lehet. De azért van egy hosszú periódus, amikor ez nem így csapódik le. Én ezt másképpen éltem meg, vagy hát mostani fejjel úgy emlékszem vissza, hogy ez mindig pozitívum volt, vagy mindig egy plusz dolog volt, hogy mi oroszul is tudunk, mindig egy különlegesség, és jó értelemben. Szerintem. És neked mikor jött el az, hogy hálás tudtál ezért lenni? Hát amikor elkezdtem irodalmat olvasni igazából, olyan hetedik környékén, hát van 12-13 éves koromban. A többiek előtt is, hogyha valaki tudta rólam, és már pedig elég hamar kiderült, vagy a nevünkből fakadóan. Vagy a nevünkből fakadóan egyből rákérdeztek, hogy és hát ez milyen név? Hát akkor persze egyből kiderült, hogy orosz. És nem is tudom, szerintem ez a mama neveléséből is adódik, hogy legyünk erre büszkék, hogy ez egy jó dolog. És ezt szerintem mi nagyon hamar úgy fogtuk föl, hogy ez egy gazdagság, és hogy erről mesélünk, és persze mindenki kíváncsiskodik. Igen, tőlem is, amikor megtudták, hogy tudok oroszul, akkor mindig mondták, hogy mondjak valamit oroszul. Igen, és mindig jó. Bocsánat. És akkor már kitaláltam egy mondatot, amit ilyenkor mondok, mert annyiszor kérdezték, hogyha megtudták. És ma mondjuk, ha megkérdezik, akkor orosz vagy magyar? Hát persze, hogy magyar vagyok. Hát magyar vagyok, hát itt élek, soha nem éltem abban az országban. Az más kérdés, hogy mennyire ismerem annak az országnak a kultúráját, az irodalmát, mennyire szerettem, milyen kötődéseim vannak. Hát az egy egészen más dolog szerintem. Többes identitásúak vagyunk, de egyik sem olyan erős, mint hogyha csak egy identitásúak lennénk. Mert valahogy nem mi lennénk. És ahogy a mama is mondta, szerintem elfogadóbbak vagyunk, mert nyitottabbak több más kultúrák iránt. És egyiket sem érezzük olyan kizárólagosnak, ezért talán kevésbé is kötődünk hozzá, vagy kevésbé szigorúan egyhez. Tehát mondjuk csak a magyarhoz. Én csak oroszul olvastam nekik, tehát ők igazából az orosz népmese kincsen nevelkedtek. Abban volt, hát nem is hátrány, de néha bosszantó, hogy a meséket nem ismertük.
amikről tényleg esetleg a többiek beszélgettek? Vagy, én vagy nem gyerekirodalmat, inkább én azt mondanám, hogy vannak olyan jellemző, mindenki által ismert, mondjuk gyerek kisregények vagy mesék, amiket mi nem olvastunk, mert mi akkor éppen valamit oroszul, vagy a mama olvasott nekünk oroszul, amik így kimaradtak, amiket én majd nyilván mondjuk a saját gyerekeimmel pótolni szeretnék, de ez sem olyan nagy veszteség, bármint, hogy ez pótolható. Mit gondolsz arról, vannak ugye olyan pszichológiai vélemények, meg logopédiai vélemények, amik azt fogalmazzák meg, hogy a magyar nyelv azokban a családokban, ahol több nyelvűen beszélnek, esetleg sérül. Te ezt hogy élted meg? Sérült esetleg? Én biztos vagyok benne, hogy ez csak gazdagodás. Mind a hárman nagyon szeretjük a magyar nyelvet és a magyar irodalmat, és nagyon szeretünk olvasni, úgyhogy... Meg mindenkinek volt affinitása. A költészet iránt, akár igen. Akár az írogatáshoz, akár... Szóval, hogy szeretünk olvasni, úgyhogy ez sosem... Meg mind a hárman jól fogalmaztunk és fogalmazunk, úgyhogy te sikerélményünk is volt a magyar nyelvvel kapcsolatban mindig. Nem? Hogy zajlik mondjuk manapság egy vacsora? Az Oleg mondjuk oroszul beszél? Hát akkor mi is oroszul beszélünk. Hát így átváltunk, így ide-oda váltunk. Tehát nem voltak soha ilyen szabályok, mondjuk, hogy veled nem, magyarul, és nem, akkor nem? Nem. Én nekem a gyerekkorom tele volt szabályokkal, úgyhogy én nem szeretem annyira a szabályokat. Hát igyekszik az ember, de eltéríthető. Vagy korábban voltak szabályok, csak most már lazítottatok rajta, mert hogy... Szerintem nem voltak szabályok. Nem nagyon voltak szabályok szerintem. Igyekezett volt, nem szabályok, igyekezett. A szabály az, hogyha olyan ember van a társaságban, aki azon a nyelven nem beszél, akkor senki nem beszél azon a nyelven. Hát ez nem egy kellemetlen szabály, nem? Hát ez egy toleranciára, meg figyelmességre nevelő szabály szerintem. Valószínűleg a mesékben hallott zenék miatt is. Többször volt olyan érzésem, hogyha ismeretlen darabot hallottam, hogy ez biztos orosz. És nem tudtam. És valahogy úgy... ki lehetett belőle érezni, és ez nagyon érdekes. És valóban így volt. Tovább, és valóban orosz darab volt, orosz szerzőműve, és ezt egyenlőre nem sikerült úgy egészen megértenem, hogy mikből éreztem én ezt így. Te a lányoknál javítottad a nyelvkeverést, vagy ezt hagytátok? Hogy... A nyelvkeverést azt nem javítottam, mert én is van, hogy keverem. Nem, az olyan vicces, az olyan szórakoztató. Nem, azt nem. Jó, de azért nem javítottad, mert hát nagykorunkban már nem keverték. Hát persze, na jó, de amikor picik voltak, akkor sem igazán javítottam. De ez valahogy, tehát ezek nem tudatos dolgok, mert amikor egy társaságban vagyunk és beszélünk egy nyelvet, akkor az ember nem keveri, mert ott van valaki, aki csak azon a nyelven beszél, és akkor szeretnéd, ha értenék. Tehát ez tulajdonképpen ez a nyelvkeverés, ennek csak ott van létjogosultsága, ahol mindenki mind a két nyelvet tudja. Ott meg inkább vicces. Logopédustól hallottam, hogy ezt igénytelenségnek titulálták. Ezt így is lehet mondani, de hát most még mindig igényesnek kell lenni. Hát otthon vagyunk, vacsorázunk, valaki mesél valami. És még az is érdekes, hogy milyen nyelven történt meg az esemény. Uh-huh. Mert hogyha ezt az Oleg is szoktam mondani, amikor mondjuk nekik, hogy nem magyarul beszél, nem oroszul mondja, és azt mondja, hogy na de hát ez magyarul történt, hogy tudja ezt oroszul elmesélni. Mert akkor abban a pillanatban az egyszerűbb. Azért egy bizonyos erőszakosság van a dologban. Vagy sajnos. Tehát, hogy... Csak nagykorban. Hát szerintem meg nem. Szerintem ilyen óvodáskorban volt az, amikor azt kellett mondani, hogy akkor ezt most mondom oroszul, mert nem értem. De nem értem, de nem mondom, de nem értem, és akkor így. Tehát azért ilyenek voltak, de azért lehetett volna ezt sokkal jobban is csinálni. Tehát ha én is kicsit erőszakosabb vagyok, akkor jobban beszélnek a lányok oroszul, bár szerintem az Ancsi is meg a Júcsi is nagyon jól beszélnek, és a Mila azért beszél gyengébben, de ő is van, amikor, tehát hogyha olyan közegben van, akkor fölfejlődik, mert hogy amikor a két nagylány volt kicsi, akkor a nagymamájuk minden évben jött két-három hónapra még a nagypapával egy ideig, és akkor ugye tréningben voltak. A Mila idejében, amikor ő volt kicsi, akkor meg már ugye nagymama megint csak idősebb volt a korkülönbség miatt, és akkor ő már ritkábban jött. Én ezért nem tudok jól
oroszul olvasni, mert én akkor tanultam vele egy picit. Akkor lelkesen olvastam, még talán még gimnázium alatt is, de utána más nyelvekre koncentráltam, és tudtam, de az orosz az olyan, hogy tudom azt, hogy ez bármikor, ha szeretném, vagy szükségem lesz rá, akkor megtanulhatom, vagy hogyha gyakorolom. Azt gondolom, hogy a legfontosabb az ebben a kétnyelműségben, hogy egy ilyen nyelvi automatizmus létrejöjjön. A szavak azok bővülhetnek. Mit értesz pontosan nyelvi automatizmusra? Hát az, hogy tud alkalmazni a nyelvet. De hogyha kevés a szó, amit ismersz, az bővíthető. De nekem inkább az volt az élmény, hogy, és azt hiszem, hogy inkább ez a meghatározó az olvasás és az írás közti különbségben, hogy ez az automatizmus, amiről szó volt, hogy értem. Tehát az egész szerkezetet, vagy a mondatot értem, akkor is egy-két szót nem értek. Érzed a nyelven az árnyalatokat? Gondolkoztam ezen a kérdésen, hogy a saját gyerekeimet szeretném-e két nyelvűen nevelni egy magyar férjel. És bizonytalan vagyok ebben a kérdésben, mert amikor gyerekekkel foglalkozom, vagy gyerekekre vigyázok, vagy gyerekeket dajkálok, akkor a magyar nyelv az automatikus, vagy a kényelmes számomra. De lehet, hogy megpróbálom, hogy legalább valahogy a nyelvnek a hangzása az otthonos legyen számára, mondjuk orosz mesék útján. Laura 14 éves, családjuk Németországban, Münchenben él. Magyar az édesanyja, görög az édesapja, és van egy bátyja, aki azt állítja, hogy ő már teljesen németnek érzi magát. És a családi nyelvetek az melyik a három közül? A görög, magyar, német közül melyik nyelven beszéltek otthon? Mi otthon szoktunk németül beszélni, mert az mindenki tud, és az könnyebb, az mindenki ért. De hogyha az anyukám egy szót németül nem tud, akkor mondja magyarul, és akkor néha megismerjük ezt a szavat, amit akar mondani. Ez azt jelenti, hogy ti már sokkal jobban beszéltek németül, mint az anyukád? Igen, az úgy van. És görögül is beszéltek ilyen magas szinten? Nem, görögül nem beszélünk már, mert az apukám elment dolgozni, és akkor nem, senki sem volt ott, akivel tudtam görögül beszélni, és azért elfelejtettem. Volt egy olyan időszak, mikor beszélt veled sokat görögül? Igen, amikor kicsi voltam, akkor beszélt sokat görögül velünk, mert még otthon volt, mert még kicsik voltunk, és nem mentünk még óvodába, és ott mind a három nyelvet beszéltünk. Melyik nyelven olvastak nektek meséket? Németül. De az anyukám párszor magyarul is olvasott nekünk. Én jobban tudok beszélni, mint olvasni. Én máshogy olvasok, mint a magyarok. Én elolvasom a szavakat, úgy, hát német kiejtése, és akkor, ahogy hangzik, azt felismerem, és akkor tudom, hogy mit jelenthetem magyarul. Te magyarnak, görögnek, németnek, vagy milyen? Pontosan minek érzed magadat ezek közül? Hát én mindent érzem. Hát úgy érzem, hogy magyar vagyok, német és görög. Somorjaiéknál mindkét szülő évekig élt az Egyesült Államokban. Az édesanya, Kriszti, Magyarországon angol tanárnő. Mi már a gyerekszületés előtt is gondolkodtunk azon, vagy szerettük volna, hogy kétnyelvű legyen a gyerek. Én mindenképpen, és a férjem meg nagyon támogatta. Tehát ez alap volt, de mivel inkább a kételkedőkre hallgattam, még ott az elején, mert még magam sem tudtam, hogy most ki fog belém kötni, vagy mi. És akkor eltelt, tehát majdnem 2 éves volt, mikor végül elkezdtem. Tehát olyan 21 hónapos körülbelül. És akkor egyik napról a másikra elkezdtél hozzá angolul beszélni? Vagy ez hogy volt a gyakorlatban? Ez volt egy ilyen 3 napos átmenet. Az első nap csak ez a where is, és akkor utána mondom magyar szavakat dolog ment, és ott nagyon ügyes volt. A második nap meg elkezdtem igéket mondani neki, hogy go to, és akkor mondtam a magyar szót utána, ami lehet, hogy így nem annyira helyes, de nem tudtam, hogy csináljam az átmenetet. De láttam, hogy fú, ez nagyon
nagyon jól megy, tehát hogy könnyen, mint gondoltam. És a harmadik naptól elkezdtem, úgyhogy szinte csak angol. Néha mondtam neki, mikor nagyon láttam, hogy úgy se kép, se hang, akkor elmondtam magyarul is neki, mert ugye azért ez elég gyors váltás volt. De aztán annyira jól ment neki, hogy aztán egyre természetesebb lett, hogy amikor a férjem is otthon van, akkor is angolul beszélek hozzá, meg magyarul, és ilyen, szóval ilyen természetes volt. És hogyha mások előtt voltunk, akkor is már nem érdekelt annyira. Did you cook something? What is it? What is it? Pogi? Ja, Pogi, az is hát se lehet ugye angolul mondani. Miért tartottál attól, hogy bárki kifogásokat mondana azzal, hogy te hogy beszélsz a saját gyerekeddel? Azért, mert én ezt már régen is, mikor így említettem sok embernek, főleg a tanártársaim, vagy én angol tanárok, ők azt tanulták, hogy ha valaki mondjuk más nyelven beszél a gyerekhez, mondjuk én elkezdek angolul, a férjem meg magyarul, akkor soha nem szabad váltani, mert az összekeveri a gyereket. És én azért ettől megrettentem, hogy soha az életben nem szabadok egy magyar szót a gyerekem, vagy akkor ez most hogy lesz? De aztán rájöttem, hogy ez nem így működik. Meg közben több kétnyelvű családot is ismerek, ugye Amerikából, ahol laktam, vagy több nyelvűeket, és ott is láttam, hogy ilyen nagyon lazán, olyan természetesen megy ez a dolog. Tehát van váltás is esetleg. És akkor, mikor ezeket így meghallottam, akkor rájöttem, nem kell ezen annyit görcsölni, ez nem így működik a valóságban, és akkor vágtam bele. Csak angolul beszélek vele teljesen. Van egy-két magyar szavunk, ami úgy nem, valahogy úgy beragadt, vagy nem is tudom, nincs rá jó angol megfelelő, néni, bácsi, bünti. Meg hiába vannak rá angol szavak, de azért ezek a nagyon jó szavak. És akkor van mondjuk öt ilyen magyar szó, ami úgy benne van az angol társadalásban, de amellett csak angolul. És a saját nyelvtudásodban teljesen biztos voltál? Igen. Teljesen. Hát kinéltem 9 évig Amerikában, és már úgy mentem ki, hogy szinkrontolmács voltam, tehát elég magas szint a nyelvtudásom, meg azóta is azért nagyon, nagyon fenntartom. És gyerekekkel is sokat foglalkoztam, tehát picikkel is, tehát ismerem ezt a bébi nyelvet. Szóval úgy nem angoltam a nyelvtudásom miatt. A könyvek olvasásában is átvetettel? Igen. És van... Sőt, még olyan is van, hogy van egy-két kedvenc magyar könyve, és akkor én azt hát olvasom, és én angolul olvasom neki. És a férjem meg ugyanazt így magyarul. Gondolkodtam azon, hogy csinálja, mert erre több módszer van. Van én is, hogy valaki csak így vált, mint én, csak angolra, ugye ez a legszélsőségesebb, és akkor lehet úgy is, hogy egy óra angol, vagy fele nap ilyen, fele nap olyan. És ezeket én nagyon átgondoltam, hogy mit nyerek és mit veszítek az egésszel, vagy mindegyikkel. És azért döntöttem így, hogy csak angol, mert egyrészt, hogy későn kezdtem, viszonylag ugye. A másik pedig az, hogy tudom, hogy csak egy pár éven van erre, mielőtt iskolába megy, hogy tényleg nagyon megalapozzam ezt a tudást, amíg velem van. De nyilván ehhez az is hozzájárul, hogy nem mondok neki magyar mondókákat. Tehát azt ott elvesztettem azt a lehetőséget, de hát valamit dönteni kellett, tehát valamit valamiért. Mondjuk ugye, amikor a Dávid angolul beszél, az ugyanolyan, mint amikor egy kisgyerek magyarul beszél, tehát sokszor csak az anyukája érti, mert hogy tudod, nem olyan tisztán beszél. És akkor van, amikor így, ugyan én látom, hogy tök jól mondja azt angolul azt a kifejezést, de a férjem nem érti, mert még úgy először, még most hallott először, hogy a Dávid mondta. Amikor így nem koncentrál, tehát így látom, hogy így lazul, kicsit lazul, meg ilyen lustán beszél, akkor ez nagyon tipikus, hogy ilyeneket mond, hogy... Mami! Kis fiúnak! Az a kis fiú. Dadika, this is Armin's roller, okay? So I want you to take care of it, okay? I don't want him to use it. Take it back and bring it here, okay? Please bring it here. Hogy az nagyon tipikus, ez mostanában kezdte el, de nagyon vicces, hogy apa, beklózingolod nekem a dort? Meg tegnap is ugrált az ágyon, és akkor ijedsz, hogy mami, amit mondod, hogy jumphatok? Jumphatok itt az ágyon? Jumphatok itt a bedben? Hogy ilyen természetesen válaszolok. Yes, you can jump in the bed. Can I jump in the bed? That's how you ask. Tehát helyesen válaszolok. Yes, you can jump in the bed. Vagy akkor utána esetleg megkérdezem, és mondom a kérdést. De ne úgy, hogy ilyen javítás szaga legyen, hanem inkább ilyen természetes, vagy nem is tudom. De ugye szóval elismételed egyszerűen igen, helyesen. Igen. Daddy, please don't take off your shoes now, okay? It's cold. No. Okay, then let's go home. You wanna go home?
Okay, go back, play in the sand, okay? But don't take off your shoes. Az volt a célom, hogy így valamit adjak nekem, amit úgy mondom, anya tejjel szív magába, és ne legyen később egy görcsölés neki, a nyelvtanulás, meg maga ez a kultúra ismeretet. Azért, mert látom, hogy ez mennyire fontos, és ez én életemben milyen sokat jelentett. És még a harmadik célom pedig az is volt, hogy a korai fejlesztésben ez az, amit a legkorábban el lehet kezdeni egy gyerekkel, amin tényleg nagyon megdolgozza az agyát. És egyszerűen másképp fejlődik majd az agya, ami megkönnyíti majd a tanulását, nem csak a nyelvtanulását, hanem minden másban, hogy az agya, tehát olyan, mint egy izom a kis sporttól, olyan izmait is megmozgatja, amit mások nem. És én azt látom, hogy neki ez nem stressz, mert sosem mondta nekem azt, hogy ne beszéljek angolul, sosem mondta azt, hogy nem akar angolul nézni mesét, hát nem is tudja, hogy más hangon is jön ki a laptopból vagy a tévéből. Tehát őt ez, neki ez teljesen természetes, akkor miért ne úgymond üssem a vasat, amíg meleg. Szotyori László tini korában az édesanyja vitte magával Erdélyből, ahol addig éltek, Izraelbe. Most magyar feleségével, Andival és családjukkal Budapesten élnek. Karir nahon! Luli! Slulit nahon! Luli kaniszta slulit? Tov? Tov! Jófi! Akkor Magyarországra jöttem már, és megnősültem, akkor tudtam, hogy ha gyerekeim lesznek, akkor így fogom őket nevelni, mivel szerettem volna, hogy gyerekeim több nyelvűek legyenek. Gondoltam, hogy angolul megtanulnak az iskolában, magyar az adott. Magyarországon élünk, óvoda, iskola. Erdélyben születtem, és akkor kikerültem Izraelbe. 13 évesen nem beszélve semmi nyelvet, mert nekem nagyon-nagyon nehéz volt emiatt a nyelv miatt beilleszkedni a társadalomba is. Bárhol, az ott tanításomra már. És amikor visszajöttél, akkor meg újra klimatizálódnod kellett itt? Hát... az egy keserves folyamat. Az egy nagyon keserves folyamat volt. Az volt a nehezebb? Az volt a legnehezebb. Én el akartam innen menni. Én nem tudtam ide, nagyon nehéz volt nekem beilleszkedni Istenék, nem is tudtam volna. Én is mentem, nem is ültem volna itt. Én nem magamért vagyok itt, hanem Istenért. Jónás, ne fussálj el! Vissza kellett jöjjek. Összejártam a félvilágot. Amerikában voltam, Európában több helyen, mindenhol izraeliekkel találkoztam. És azt vettem észre, hogy segítőkészebbek, ezáltal tud érvényesülni a gyerekem is. Az egy kenyér a kezébe a gyerekemnek igazából. Nehéz, nem könnyű megtanítani őket, mert sok munka. Ők nyilván a szituációtól, meg a helyzettől, hát mindenhol magyart hallanak, iskolába, vagy óvodába, bárhol megyünk közösségbe. Csak apát nézik, hogy apa furcsa nyelven beszél, de kell nyomni. Én egy olyan családban nőttem föl, ahol így nincs vegyes házasság semmilyen nemzetiségű emberrel. Ráadásul én egy faluban nőttem föl, ahol ez ugye még inkább sarkos, vagy sarkosítva van. Az iskolában ugye az orosz volt a kötelező, amit persze senki nem tanult, tehát ilyen módon az idegen nyelvek felé egy ilyen ridegség alakult ki bennem. És akkor ugye, amikor őt megismertem, igazából abszolút természetes volt, hogy ő annyi nyelven beszélt, tehát nem volt már bennem az a ilyen távolságtartás, sőt, most már úgy látom, hogy ez kifejezetten jó, hogy a gyerekek több nyelven beszéljenek, mert ne legyenek olyanok, mint én, hanem legyenek sokkal nyitottabbak más kultúrák, más emberek felé. Tehát én ezt egy nagyon kiváltságos helyzetnek tartom, hogy az én gyerekemnek nem kell egy dobozba felnőni, ahogy én felnőttem, hanem más kultúrákkal tud ismerkedni, szabadabb, nyitottabb. Nyilván magyar vagyok, magyar embernek tartom magam. Ami jó, azt meg kell tartani, ami meg rossz, azt az embernek le kell dolgozni a magáról. Tehát, hogy én nem tartom a magyarságot felsőbbrendűnek más nemzetiséggel szemben, és azért pont úgy gondolom, hogy ami mondjuk egy zsidó kultúrában jó, azt én szeretem alkalmazni, szeretem. Ott se értek mindennel egyet, mint hogy a magyar kultúrában sem értek mindennel egyet. Az óvodában azt elfogadják, sőt, értékelték azt a gyermekben, az óvonén is. Meg érdeklődtek. Érdeklődtek is, hogy látták, hogy ez jó dolog. Látták, hogy a gyerekem a zoviba is előre haladottabb a dolgokba, ügyesebb, mint a többi gyerek. Ez a kétnyelvűség miatt is van. A magyar dolgokban is előre haladott? Igen, igen, igen. Az angol tanulásban is érzékelhető volt ez a különbség? Igen. Sokkal jobban felfogta az énekeket, az angol énekeket, dalokat, verseket. Érdeklődő. És az óvodába mit szólnak a többiek? Ez egy olyan nyelv az ivrit, hogy nem egy angol, nem egy spanyol, nem egy francia.
és az emberek számára ez érthetetlen. Látom, hogy furcsa módon néznek az emberek, mivel hogy nem értik. Itt a játszótéren is játszottunk, és elidegenülnek az emberek, így visszahúzódnak, van, aki mogorván ilyen durván, gyere, elhajtja a gyerekét, találkoztam ilyennel is. És mi lehet az oka? Nem tudom. De ezt azután, hogy meg tudják, hogy héberül beszélsz, vagy? Nem tudom, mert nem kérdezik meg. Nem. Csak látsak, néznek, figyelnek, nem tudják hova tenni a mi nyelvünket, hogy nem értik, és nem tudják, nem tudnak mit csinálni vele. Hogy zajlanak a hétköznapjaitok? Mondjuk egy vacsora, hogy veled mindig ivritől beszélnek, héberül beszélnek, Andihoz meg magyarul, tehát Andi spontán magyar. Váltanak? Igen. Sőt, van, amikor beszélek héberül Jonathanhoz, Andi rákérdez, hogy mit mondtál, és akkor Jonathan lefordítja az Andinak, hogy mit mondott a héberül a magyar. Mert hogy Andi nem ért héberül. Jonathannal már volt, hogy magyaráz, és nem értem, és mondom neki, most azt mondd el magyarul, légy szíves. És akkor, de anya, hogy nem tudod? És akkor próbál néha így tanítgatni, de nyilván ő is hamar megunja. Hát most már azért így a több évi házasság után azért rám is ragadnak szavak. Férjem szerint túl kevés. Te hínél, hogy már én mátszni már szállal, én jöttél, innenig már, én mátszni már. No. Táli le már a levát be vakassá. Tali le mala. Na lotsi. Lorotsa, boy. To. Yofi. Otsabaunia? E fata Jonathan. Amikor velem vannak, akkor azért inkább magyarul. Megvannak az alapszavak, amiket héberül mond. Nyilván azokat értem. Tehát hogyha azt mondja, hogy szomjas, vagy elmegy vécére, vagy éhes, tehát ezek az alap dolgokat megértem, de amikor már elpróbál mondani valamit, akkor ott már megakad a lemez. És azokat akkor is héberül mondja neked, hogyha a Laci nincs otthon? Igen. Tehát azért vannak dolgok, amikbe úgy nagyon, nagyon beléjük ivódik. De azért a magyar dominál. Tudnál arról mesélni, hogy milyen küzdelmeitek voltak abban, hogy mondjuk igenis megtartsátok ezt az ivrit nyelvet? Mert nyilván itt a magyar kultúrában ez nem, esetleg nem mindig könnyű. Nem akarom megutáltatni velük a nyelvet sem, hogy nem megutálják, azt mondják, hogy na mostan ez nem, mert ha ráerőltet az ember, próbálom úgy tanítani őket, hogy megszeressék a nyelvet, hogy és ez egy küzdelem, mert ő neki könnyebb, ő neki egy munka. A héber tanulás az neki egy munka. Az agyot meg kell erőltetni. Látom azt, mikor beszél, megáll és így elkezd így gondolkozni, stresszeli magát, hogy eszébe juss, neki kell gondolkoznia, igen, erőlteti az agyat. Sokat dadogott. És nem értettem, hogy miért dadog. Azt hittem, hogy valami baj van. És akkor rájöttünk arra, azért dadog, hogy keresi a héber akkor, szavakat. Amikor a héberből a magyar, vagy a magyar, tehát amikor a váltás van, akkor kiállított, hogy úgy fennakadt a kerék. Kicsi korábban. Amikor hazaérsz, akkor is van ilyesmi? Egy ilyen átállás, hogy mondjuk az Andival előtte gondolom magyarul beszéltek? Nem, mert akkor már, amikor hazaérek, akkor már várnak, és akkor már így nekem rohannak. Ábbá, akkor héberül, az anyát, apát, az csak héberül mondják, nagyon ritkán szokták azt magyarul, azt már megszokták, hogy ábbá, imá, kicsi koruktól. Apa, anya, héberül. És akkor shalom, az ilyen alapszavak, az ilyen alapdolgokat, azokat héber. De amikor már a folyamatos beszéd, leülünk az asztalhoz, vacsora közben, akkor viszont el akarja mondani például a Zóvia, mi történt, akkor először magyarul mondja el, mert könnyebb a magyarul, mert magyarul történtek az események a barátjaival, az óvónénivel, és akkor mondom, na ezt mondd, de héberül, és akkor és volt olyan, van olyan, amikor megkérdezi, apa segíts, és akkor segítek neki, hogy héberül, akkor letolmácsolom neki, és akkor elmondom, és akkor kimondhatom vele, hogy gyakorolja. Az izraeli kultúra az milyen pluszt, vagy milyen extra dolgokat hozott a családotokba? Sokkal családcentrikusabbak az izraeliek, a zsidók, mint a magyarok. A férfi otthon a fej, itten a Magyarországon a nő a fej. Kimegy az ember, itt azt lássa, hogy a nők dominálnak, a nők viszik a kosarat. Gyere Pistike! Gyere Pistike! Gyere fiam, gyere utánam! Ezek a kicsi aprólékos dolgok. Például én nagyon sokat segítek a családban, a feleségemnek, a gyerekeimmel foglalkozok. Itt hazamennek a szülők, fáradtan is, leüdülnek, nem érdekli a gyereket. Kiengedik, látom a játszótéren, és kijönnek a játszótérre a magyar szülők, padok tele vannak, apa engemet itt egy kicsit mondhatni, az bolondnak néznek, ilyen durván mondva, apa játszik a gyerekeivel, futkározik, hempergözik velük minden. A magyar családok nem ilyenek. A magyar család az leül, elengedi a gyereket, mind ahogy kiengedik a birkákat,
és hadd játszódjanak, hadd csinálják. De hát az a jó, mikor egy szülő igazából lealacsonyodik, részese annak a játéknak, és ezt nagyon-nagyon értékelik a gyerekek. Én ezt láttam Izraelben is. Azt látom, hogy ottan a felnőttek folyamatosan viszik magukkal a gyerekeket, tanítják, hogy lássák, mert a gyerek az olyan, hogy leutánozza a szülőt, és amit lát a szülőt, ő azt fogja csinálni, a gyerek is. Meg ugye az a nyitottság, tehát tényleg ott mindenki beszél mindenkivel, abszolút, nagyon könnyen kommunikálnak. Itt nehézkes a kommunikáció, tehát sokszor tényleg az ember elmegy boltba, százszor meggondolom, hogy valakihez oda merjek-e szólni, vagy nem. Ülsz a metrón, az emberek lecsüggett fejjel, senki nem szól senkihez. Itt nem kommunikálnak az emberek. Ez mondjuk szerintem nem jó. Tehát ezen az, de azért vannak dolgok, amiket én szeretnék változtatni. Tehát a mi életünkben is én próbálom ezeket például nem erősíteni, hanem inkább gyengíteni. De neki az a jó, hogyha sose lehet tudni, hova kerül az életbe, hogy legyen egy nyitott gyerek. Tehát legyen bátor, ne legyen félszeg, ne legyen irigy, hogy azért, mert a szomszéd füve zöldebb, akkor már neked sokkal jobb. Igenis, neki is jobb. Tehát, hogyha kap egy barátja egy játékot, jön haza, hogy ő is szeretne. De mondom, neked másmilyen játékod van, te örülj annak. És persze lehet, hogy megkapja, vagy megveszük neki, de nem azért, mert a másik gyereknek van, és hogy most ne lógjál ki a sorból, legyél vele egyenlő, hanem te önmagad vagy, és legyél olyan, amilyen vagy. És ez nem rosszabb meg jobb, hanem más. A gesztusokban nem volt ilyesmi, ami... Mondjuk talán az izraeliek egy kicsit így a... Gesztikulálnak, de. Vannak például jelek, én azokat áthoztam. Az a baj, hogy itten ebben egyedül vagyok. Mert Izraelben ez a társadalomban benne van. Amikor intenek így, akkor szerintem rég a pillanat várja. Itt nem érti, hiába intem. Ott vannak ilyen kézi nyelvek is. Furcsák itt az emberek ezeket a... Ki hogy vagy? Szoktam, jól köszönöm szépen. Ez furcsa egy magyarnak, mikor ide jövök. Igen, Izraelben is ez szokás. Nagyon szoktak így, nagyon barátságosak, megöleik. Itt nagyon hidegek az emberek. Itt így ellökik magukat, eltávolítják az embert maguktól. Ott oda meg, szia testvérem, hogy vagy? Felülök a buszra, egy idegen mellé leülök, elkezdek vele beszélgetni. Ez Magyarországon ilyen nincsen. Anyukám például jár dolgozni, a testvérem is, felül a buszra, elmegy a munkahely, az egész buszon egy nagy hangzavar van, úgy beszélgetnek, mert mindenki ismer mindenkit, mert ugyanazt a távot teszik meg minden nap a munkahelyre, vagy a bizonyos helyiség, ahova mennek. Érdekes, hogy különböző nemzetiségű emberek beszélgetnek egy nyelven, és mindegyik ugye hozza a magát. És színes a nyelvezet is, mert Izraelben 85 nemzet van. És mégis kijönnek egymással. Magyarországon kell fegyelmezzem magamat, mert azt nem tudom megcsinálni, amit Izraelben meg tudok csinálni. Ott nem mehetek oda, hogy vagy tesókám, megütöm a... Ilyen, ezt nem tudom megcsinálni, ezt. Izraelben oda megyek, hogy vagy, mit csinál? Segítsen már nekem. Itt ilyen nincs. Magyarországon megnézek, hogy ez bolond. A barátnőimnek is nehéz volt eleinte megszokni, hogy oda mentem. Megy, megöleli, megpuszilja, hogy segítség. Most meg élvezik, megszokták, hogy én nem avala... Most már jönnek, tartják az arcukat. I could say Bella, Bella, even say...